Az afrikai vörös teát szántam neked, de a Mars a vörös bolygó, szóval borsmenta lett. Miért akarsz egyáltalán elmenni? Tudod, Amy, a jelentkezés egyik feltétele az volt, hogy készítsek egy rövid filmet, ami választ ad erre a kérdésre. Szeretnéd látni? Nem tudod elmondani. De hát itt a felvétel. Dr. Sheldon Cooper vagyok. Most elmondom, miért lennék megfelelő alany az utazásra. A Marsra! Az intelligenciám kimagasló, 14 évesen lediplomáztam. Amíg a testvérem másokkal hált, én közben ledoktoráltam. A doktorátus nem egy éjszakáig tart. Az ártérre tartozkodásnál nagyon fontos a tisztaság, és én higiénikus ember vagyok. Sőt, az állatok félnek tőlem, mert olyan szaktalan vagyok. Teljesen szaktalan. A 7 hónapos út során eredeti humorommal magas szinten tartom a morált. Figyelj, Leonard, maradt még grillázs abban a dobozban? Ebben a szokatlan ugyanúsban itt? Igen. Nyisd ki és nézd meg! Ezt nem értem. Tényleg grillázs van benne. Menj el a Marsra! De fordítjuk komolyra a szót. Leginkább azért szeretnék eljutni a Marsra, mert úgy hiszem, hogy tudósként az én feladatom, hogy tovább tágítsam az emberi tudás határait. Tudom, hogy a marsi élet nem lenne könnyű, de ez az élet sem egy könnyed piknik. Számomra amúgy a piknik sem piknik. Ma hol ebédeljünk? Ah, tudom már, a Földön. Zárásként köszönöm, hogy jelentkezhettem erre a fantasztikus utazásra. A Marsra! A Marsra! Képzeld, később Leonard egy csomó pitét fújt ki az orrából.